Na, itt is volnék újra. Még egy kicsit élvezhetitek a látványomat. Animológiát ismeri-e valaki? Nagyon jó. Van egy YouTube csatornája, Animológia névem, és most ő fog nektek majd előadást tartani. Előfordult már, hogy elgondolkoztál néhány anime megnézése után, hogy azonos frizurájú vagy hajszínű karakterek mennyire hasonlóak? Az észrevételed nem alaptalan, hiszen ezek nem véletlen anomáliák, hanem gondosan kidolgozott animés különlegességek. Fogadjátok szeretettel Animológia sacit! Hol vagy? Itt vagyok. Ez köz. Igen. Sziasztok! Üdvözölök mindenkit itt a Fantasy Expo-n, ismételten én Saci vagyok, az Animológia YouTube csatornától, és egy különleges animés érdekességet hoztam el most nektek, méghozzá a hajszínek és a frizurák rejtelmeit fogom nektek itt feltárni egy kicsikét. Nagyon ajánlom hozzá a fantáziátokat, ugyanis biztos mindenkinek van kedvenc animéje, kedvenc karaktere. Gondoljatok rájuk, miközben elmondom a különféle hajszínek és frizuráknak a jelentését, mert szerintem be fog ugrani, hogy aha, tényleg, és ezt a aha faktort remélem mindenki eléri majd a végén, úgyhogy lássuk is, mert jó sok mindent hoztam el nektek. Kezdjük először is a hajszínekkel, amiből azért akad bőven. Először is a fekete hajszín, ami két teljesen ellentétes karaktert fedhet le. Az egyik ez a teljesen őrült figura, aki inkább ezt a furcsán, misztikus, rejtélyes karaktert fedi le, vagy a teljesen átlagosat, hiszen ugye Japánban az emberek többségének fekete a hajszíne, így a természetességet, valamint a semlegességet fedheti le ez a szín. És azok a karakterek, akiknek ilyen hajszíne van. Nekik többségében magas az igazságérzetük, igen pozitívak, kifinomultak lehetnek, és mondom, ez az átlagot képviselő hajszín, inkább a fekete. Aztán itt vannak a barnák, akik általában a főszereplők, vagy a főszereplő társa és közvetlen barátja pozíciót foglalják el a legtöbb esetben. Többségében normálisak, de van egy kirívó tulajdonságuk. Például ott van Light a Death Note-ból, aki erre ékes példa, hogy ő is viszonylag egy normálisabb figurát képviselne, de hát ugye van egy kirívó örült tulajdonsága. Általában ezek a karakterek barátságosak, melegszívűek, megbízhatóak és igen kitartóak. Néha-néha bájosak és mérsékelten tudnak viselkedni, valamint nagyon ritkán unalmasak, de ez ugye annyira nem mondható el róluk, mivel ők is a középpontban vannak. Aztán itt van nekünk a pirosas, vöröses, bordós hajszín, ugye ennek nagyon sok árnyalata van, és ezek is mindegy kicsit eltérnek egymástól, de nagyon kicsit. A piros általában jellemző ez a tüzesség, ugye ez a sztereotípia ezeknél a karaktereknél is megfigyelhető, ugye általában tüzesek, szenvedélyesek, vehemensek és agresszívak is tudnak lenni, kimondják, amit gondolnak, egyből, tehát hogy nem is gondolkodnak, nem is kertelnek, csak odavágják neked, neki mennek akár a másiknak is, hogyha kell, mindenféle gondolkodás nélkül, tehát igen, forró fejűek nagy többségével, de emellett ugye határozottak is. Azok a karakterek pedig, akik férfiként viselik ezt a hajszínt, képviselhetik a csendes, szexi karakter típust is. Nem tudom, ez ismerőse talán nektek. Aztán ott van a narancssárga, ez is nagyon sok karakter. Hoztam amúgy példákat is, itt, hogyha a főbb karaktereket nézzük, az ismertebbeket. Tehát, hogy a narancssárga egy kicsit ötvözöttebb a pirossal, tehát van egy kisebb átmenete, tehát ez a vehemenség, ez náluk is megfigyelhető, tehát energikusság, szenvedélyesség jellemezheti őket, igen, bátrak, optimisták, hűségesek, viszont sokszor lehetnek énközpontúak, igen, idegesítőek és figyelemfelkeltőek is, ami ugye már csak a narancssárga hajszínből is kitűnhet, igen, mivel hogy nem igen átlagos hajszínről van szó.
Aztán itt van a sárga, amit ugye sárga és szőke, és ezen árnyalatokkal ötvözve. Ugye a szőke már csak Japánban is egy eléggé másságot képviselő hajszín, tehát ugye a szőkéket tudtunkkal igen kedvelik a japánok, tehát ugye a való életben is nagyon kedvelt hajszín, tehát különlegesnek tartják, főleg mert ugye külföldiek szokták, de vannak ilyen különböző csoportok is Japánban, akik kifejezetten szőkére szivatják a hajukat, hogy ezzel is kitűnjenek. Tehát itt az anime karaktereknél is a másságot, az egyediséget képviselik. Valamilyen specifikus karakternél szokták használni. Van, amikor a külföldiek, hercegek, hercegnők esetében, ahogy a gazdagoknál, vagy fiatalkorú bűnözőknél is szokták használni ezt a hajszín. Tehát, hogy sokszor ezeknél a szerepeknél megfigyelhető, hogy ilyen hajszíne van a karaktereknek. Ők általában különlegesek és kiemelkedőek valamiben, illetve nagyon nagy általánosság, hogy a legfontosabb női karakterek az animékben mindig szőkék. Ezt mindenki gondolja végig, én is, amikor készítettem, átgondoltam, és való igaz, már csak akár a Sailor Moon-ra gondolok, vagy a Naruto-ra például, ugye nagyon nagy és fontos karakterek, de a férfiak esetében is, de a nőknél egyértelműen megfigyelhető, hogy nagy szereplők, hogyha szőke hajjal rendelkeznek. Aztán itt van nekünk a zöld, ami egy igen különleges hajszín. Ezek a karakterek amúgy egyedi energiával rendelkeznek, nagyon hasonlóak az anya természethez, annak a viselkedéséhez, vagyis lehetnek fejlődőek és gyógyítóak, de ellenkező esetben igazán pusztítóak is lehetnek, hogyha éppen olyan a szituáció. Ha mellékszereplőként szerepelnek, akkor biztos, hogy a főhős mellett állnak, tegyen az bármit, vagy csináljon bármit, biztos, hogy kiállnak mellette, és ott fognak bizton állni és kitartani a főhős mellett. Nagyon érdekes, hogy régen, még a kezdetek kezdetén, a fanservice-nek a képviselői voltak a zöld hajszínnel rendelkező, ezekkel a karakterekkel akarták a nézőket elcsábítani, mert hogy annyira különleges volt akkoriban a zöld hajszín. Most már ez azért kevésbé megfigyelhető, de még mindig azért talán elmondható, hogy valamilyen különlegesebb karakterek kapják ezt, és figyelemfelkeltőek. Aztán itt van nekünk a kék, ami szintén a piroshoz hasonlóan sztereotípikus egy kicsit, hiszen a kék azért egy hűvös szín, ezt ráhúzhatjuk amúgy a karakterekre is, hiszen ezek az anime szereplők általában hűvösebbek, csendesebbek, viszont intellektuálisak, meglepően erős akarattal rendelkeznek, kifinomultak és hagyományőrzők, és igen, nőies az ábrázolásuk ezeknek, a főleg női karaktereknek. Nagyon sokszor használják a tanároknál, a bizalmasoknál ezt a hajszín, illetve elmondható, hogy nagy általánosságban valamilyen tehetséggel vannak megáldva a kék hajszínnel rendelkező, vagy valamilyen természetfeletti képességgel, szintén a Sailor Moon-t tudnám felhozni példának, vagy a One Piece-ben is, tehát hogy, vagy a ReZero esetében is, tehát hogy nagyon sokszor megfigyelhető, hogy tényleg a valamilyen kék színű árnyalattal rendelkezőknél megfigyelhető a különleges képesség. Aztán itt van a lila, ami ugye a piros és a kék hajszínnek a kihívásaival kell megküzdeni, ugyanis annak a kettőnek az ötvözete, tehát a piros és a kék hajszín személyiségek jellemzőinek az ötvözete kvázi. És így az egyensúlyt meg kell találnia valamilyen úton, módon, tehát vagy kicsit pirosabb fele hajlik, vagy kicsit kékebb fele hajlik, de mindenképpen a kettő ötvözete valamilyen szinten. Különlegesek amúgy, nemesek, csinosak, kiváltságosak, elegánsak és igen érdekes karakterek általában, akik a lila hajszín kapják, és igen gyakran rejtélyesek, tehát hogy valamit titkolnak, vagy nem mondanak el, vagy csak sejtetnek valamit, vagy csak a legvégén tudjuk meg róluk, hogy valójában mi is a helyzet, vagy hogy van valami kattanásuk, vagy bármi. És nagyon érdekes, hogy többségében hosszú hajúak, akik lilák, főleg ez amúgy régebben volt megfigyelhető, de manapság is azért elég sok animéről elmondható, hogyha lila hajszínnel rendelkezik a karakter, akkor nagy valószínűséggel hosszú a haja. És nem mellesleg, általában mindig van egy céljuk,
ami vagy a hatalom és presztízs megszerzése, vagy hogyha tárgyról van szó, akkor a pénz. Ezt követi pedig a rózsaszín hajszín, mert szerintem az egyik legfurább karakter jegy, amit ők képvisel. Tehát a rózsaszín hajszínek mindig nagyon furák, szerintem valami nem stimmel velük nagy többségében, és ezt mondja el a leírás is róluk, hogy amúgy a legfurcsább, legsalkalatosabb karakterek. Régen nagyon ritka hajszínnek számított az animékben, és főleg gyerekeknél használták a rózsaszín. Most sokkal gyakoribb ez a rózsaszín, és is idealisztikus. Tehát, hogy a szexi, nőiesebb, főleg nőknél és főszereplőknél, fontos szereplőknél használják ezt a hajszín. És most már ugye ez a romantikus ártatlanság, a szépség, a szexiségnek a képviselője. Ugye, hogyha nők kapják, főleg ugye, hogyha nem gyerekekről van szó, akkor a szexualitást képviselik, tehát, hogy nagyon vonzóak ezek a karakterek, vagy valamilyen szexualitás árad belőlük. A férfiak esetében pedig egy kis perversség vélhető fel, akik rózsaszín hajszínnel rendelkeznek. De régen tényleg főleg gyerekeknél alkalmazták. Aztán a szürke-ezüst kombó, ami ugye szintén egy egyensúly a fekete és a fehér között. Ezt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy inkább fehér vagy inkább fekete karakter jegyekhez húz inkább a szereplő. Általában különlegesek, rejtett erővel rendelkeznek, függetlenek és igen álhatatosak. Néha a valóságtól elrugaszkodottak, vagy hirtelen felkapják a vizet, de általában nyugodtak, szerények és igen jó probléma megoldó képességekkel rendelkeznek. És a másik, ugye a fekete mellett a fehér, ami még ugye ötvöződik ebben a szürkében. Ugye a fehér talán az egyik népszerűbb a fehér haj a karakterek közül. Régebben volt általános, ugye a fehér hajat az idősekkel párosították. Ez most is sok esetben megvan, hogy ugye az idős szereplőknél használják a fehér hajat, de ez csak egy ilyen általánosítás, ugye a valósághoz fűződően, de hogy egyébként ezek a karakterek, akik ugye nem idősek, azok általában ezek a titokzatosabb karakterek, különlegesek, mágikus képességekkel rendelkezhetnek. És nagyon érdekes, hogy a fehér árnyalata is mutatja azt, hogy ugye minél fényesebb például, hogy annál ezoterikusabb, annál varázslatosabb, tehát hogy mennyire földi vagy túlvilági. Még ugye minél sötétebb ez a fehér hajszín, tehát minél inkább közelít a szürke és fekete változathoz, annál inkább van benne a jelenbe, a normál világban, ami szintén utal arra, hogy ugye a fekete karakterek általánosabbak, tehát földhöz ragadtabbak, tehát földibb, míg ugye minél világosabb ez a fehér haj, annál inkább a túlvilági, a szellemvilágbeli és a különleges képességekre utalhat az ő személyisége. Illetve még plusz érdekesség, hogy nők esetében általában nagy többségében van valami egyedi képessége a szereplőnek, hogyha fehér a haja, férfiaknál pedig nagyon sokszor előfordul, hogy antihős a szereplő, aki éppen benne van. Ez lehet az is, hogy nem szimpatizál vele ugye a néző, vagy teljesen a főhős ellen megy, de nagy többségével előfordulnak így. És akkor nézzük a frizurákat. Hát ugye a színek esetében még vannak, ötvözetek vannak, még bőven, de most így sajnos ennyi fért bele. A frizuráknál is igen-igen sok variációt tudunk megkülönböztetni. Itt is ajánlom, hogy gondoljatok a kedvenc karaktereitekre. Például itt van a lófarok. Ugye nagyon sokféle fajtája lehet a lófarkaknak, ugye fent, lent, középen, hátul, jobbra-balra. A klasszikus lófarok esetében egy általános karakterről beszélhetünk, aki egy ilyen modern normalitást képvisel. Nők esetében egy erős akaratú és céltudatos szeméről van szó, még ugye a férfiak esetében érdekes, hogy főleg
a történelmi animékben használják, hogy a férfi lófarokkal van ábrázolva. Például, hogyha rövid a lófarok, és alul helyezkedik el a tarkójánál, akkor nagyon-nagyon sokszor kínai karaktereket, kínai személyeket szoktak ábrázolni velük, vagy használni náluk ezt a frizurát. Viszont, hogyha hosszú és magasan van, tehát hogy egész fent, akkor viszont inkább ez a szamurájos forma, ami jellemzőbb, ez az erős határozott személyiség figyelhető meg, de tényleg érdekes, hogy főleg történelmi férfiaknál, történelmi műfajú animékben használják férfiaknál a cofot. Aztán, hogyha két cofja van a karakternek, amit pigtailnek vagy twintailnek is szoktak egyébként emlegetni, általában a gyerekesebb, bájosabb és lehet, hogy éppenséggel irritálóbb karaktereknél használják. Hát ugye azért szerintem manapság itt a valóságban is elmondható, hogy azért két kis coffa fejen inkább egy kicsit azért gyerekesebb benyomást kelt, és ez az animéknél is így van, hogy inkább így a gyerekes karaktereket képviseli. Általában nem tudja, hogyan kezelje az élet vagy érzelmileg nehéz helyzeteket, és a cundere karaktereknél tipikusan megfigyelhető amúgy, és ez mindig az arra, hogy gyerekes. Aztán az egyik nagyon kiemelkedő alsó oldalsó coff, ami jobb vagy bal oldalt található. Ezt mom hairnek is elnevezték, főleg ilyen death mom hairnek, mert hogy nagyon sok karakter, aki így hordja a haját, az vagy meghalt, vagy meg fog halni. Ezt így, bocsánat, spoiler. Ezt is szóltam volna. Hajaj, igen. De nem is véletlen általában, hogy ezek a karakterek anyák vagy apák, de ugye legfőképpen anyá, édesanyák és anya típusúak is, tehát az érett anyaiasságot, anya típust képviselik, mint karakter. És ugye főszereplőknek a közvetlen rokonságában vannak nagy többségével, de hát ugye mivel nem is nagyon vannak szülők az animékben, vagyis hát nagyon keveset fordulnak elő, tehát nem is meglepő, hogy rögtön ki is nyírják őket, főleg ha ilyen hajuk van, de náluk a legtöbbször, ami megfigyelhető. Aztán vannak az óriás lokni, amiket ilyen fúróknak, Ojo Ringsletnek is nevezik őket, amúgy az Ojo fiatal hölgyet jelent, náluk használják legfőképpen. Ugye ez a gazdagságot szimbolizálja, tehát hogy általában az ilyen hercegnők vagy nagyon gazdag karaktereknél alkalmazzák. Ilyen kis fúró fejek általában két oldal, de lehetnek lent is. Tehát ilyen loknik lényegében, göndör haja, királyi természetre utal, ugye az előkelőségeknek, magasrangú, gazdag társadalmi osztálybeli ábrázolást képvisel. Tehát náluk figyelhető meg a legtöbbször. Illetve irónikus használata is van, amikor feljebb valóságot képzel magáról valaki, és nála használják ezt a hajt, tehát hogy van egy ilyen kisebb eltérés, és hogy van, amikor nem pont az, tehát hogy pont az ellenkezőjét szeretnék megmutatni vele, kifejezni, hogy valójában nem az, csak azt hiszi magáról, hogy fú, de nagy és fú, de gazdag, meg nemes. De többségével ezeknél a karaktereknél használják ezt a haj, vagy frizurát. Húha, nagyon elszaladtunk. Meg volt. Aztán a shonen haj, ez talán mindenkinek tipikus lehet, a Dragon Ball, vagy a My Hero Academy, vagy bármilyen igazság szerint nagy shonent említhetném, mert náluk egyértelműen ez az antigravitációs tüske haj, ami megfigyelhető, hogy az egekbe áll. Ez sem véletlen, hiszen az volt az alkotók nagy többségével célja, hogy kitűnjön ez a karakter, és ugye mint főszereplő valahogy kiemeljék a tömegből. Ez a tüskés, agresszív haj amúgy magát a karaktert is jelképezi, hogy mert ő elég vad és kalandos, és menő, és megy, és hát nem véletlenül, hogy azért nagy többségben 99%-ban főszereplők, akik ilyen hajat képviselnek, vagy frizurát. Aztán van az antenna haj, amit ahogénak hívnak, az ahogé amúgy buta, idióta hajat jelöl. Ez a kis kiálló valami, amit oda szoktak rajzolni. Egyébként ennek stilisztikai eszközként is használják, tehát hogy megkülönböztessék a többitől, de nagy többségében a karakternek az élét akarják elvenni, a komolyságát, és ezzel egy kicsit így lebutítani kell kvázi, hogy kicsit naívabbnak, viccesebbnek, kedvesnek és lelkesebbnek tűjön
az adott karakter. Aztán van a konty, ami ugye például a Sailor Moon Bunnyánál megfigyelhető, de több másik karakternél is van. Ez az odangó haj, vagyis a gombóc, kis zsemlés haja, egy vagy kettő, itt-ott-amon, bárhol lehet. Többségében amúgy női hősöknél elterjedt. Régebben volt az jellemző, hogy kínai karakterekhez társítják, néha faji sztereotípiaként is sajnos, de többségével inkább látvány elem, és szintén inkább a kiemelésre szolgál, mint hogy nagyon sokat hozzáadjon a karakterhez, de mondom inkább az, hogy feltűnőbbé tegye, akárcsak ugye a shonen haj esetében. Aztán van a himekat, ami ugye a hercegnős hajvisele. Ez egy nagyon egyszerű, amúgy, tehát a klasszikus fufru, itt egyenesen a szemöldöknél levágva, hosszú, hátul lebomló hajzuhatag. Ez a hime, ugye hercegnőt jelent. Ez egy nagyon egyszerű, szerény, csendes, kecses, elegáns, királyas és méltóság teljes karakterre utalhat, aki egyébként tisztességes hagyományőrző, és egyébként a ilyenkorhoz vezethető egészen vissza ennek a karakternek a jellemzője, és onnan vették. Aztán van a hosszú haj, de ez nem csak a simán hosszú haj, hanem a nagyon-nagyon hosszú haj, tehát ami már így a valóságban lehetetlen lenne kb. Szóval ezek a karakterek általában szabadságot, erőt, könnyedséget képviselik, valamilyen misztikus aurával megfűszerezve. Nők esetében a szépség és a szexuális vágy, a férfiak vágyának szimbólumaiként jelennek meg nagy többségével, a férfiak esetében pedig, akiknek ilyen haja van, de ugye ez nagyon ritka, szelidítetlen, kiemelkedő, rendkívüli és ősi erővel is rendelkezhetnek ezek a karakterek, akiknek nagyon-nagyon hosszú haja van a férfiak esetében. Aztán ennek az ellenkezője a rövid haj, a teljesen rövid haj, ami szintén a valósággal általánosítható, ugye ez a sztereotípia, hogy azok a nők, akiknek rövid haja van, azok fiúsabbak. Hát ez így begyűrűzött ide az animék körébe is, hiszen azok a karakterek, akik nőként szerepelnek, és rövid hajuk van, általában valamilyen fiúsabb jegyeket is képviselnek, mind kinézetre, mind viselkedésre. Tehát nagyon jó probléma megoldóak, harcosak, többségében tudnak szerelni, vagy nagyon okosak valamiben, vagy nagyon össze tudnak rakni valamit, tehát hogy inkább a sztereotipikusabb férfias jegyeket képviselik, és a férfiasabb tulajdonságokban vannak otthon. Férfiak esetében pedig, hát ugye a rövid haj egy teljesen szokványos, átlagos, normális karaktert jelöl. Persze ugye mindegyiknél van kivétel, meg van egyéb változat, ugye több szín, több forma, több frizura, tehát nagyon sok mindent találhatunk még, és ezeknek rengeteg ötvözete van. Érdemes őket megfigyelni és áttanulmányozni, mert mindegyiknek megvan a konkrét oka. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és végighallgattatok.